Horvátországi záporok van gazdag, jó estét kívánok! Szevasz! A, majdnem azt mondtam, hogy tok, de ugye csak... Szia, Csárli! Igen, igen. igen. Szevasz! mi a helyzet? Úúú, uh, Medvelendben uh, vagyok. Ha hajnali. Négykor indultam. Uh, ki még dolgoztam, egy keveset, és akkor uh, ugye felhívtál, hogy. Hát végül is ketten vagyunk, óra nem kell várni. <hállt> <hállt> akkor, személyen. akkor miért ne tehetnénk meg, hogy úri kedvünk szerint hamarabb kezdjünk, mint egyébként szoktunk. <kül> Igen, mert hogy Mújó éppen Horvátországban mondanám, hogy sütteti a seggét, de fölrakott egy borzasztó minőségű képet a sarujáról, illetve utána egy macskáról, és akkor tudatosult bennem, hogy ott nagyon szar idő van, és aztán tegnap láttam, hogy zadarban milyen sárlavina, meg földcsúszamlás, meg tököm tudja, de Utána kaptam a, az infót a, a testvérétől, hogy náluk jó idő van, úgyhogy mindenki nyugodjon le a picsába. Mújó jövő héttől lesz. A, igen, ez az egyik. A másik, hogy viszont jövő héten akkor nem lesz podcast, mert hogy én szerdán hajnalba indulok Dortmund irányába. Jaj, nem úgy volt, hogy mindenféle kép lesz, mert hogy ez ilyen hét, I hét van, Igen, aztán. igen, igen, úgy volt, csak ugye közben tud így ilyen részinformációk kezdtek el pörögni, mert ugye ez péntek-szombat vasárnap a Dortmundi kiállítás, és most a kiállítás történetében másodszorra ö, ugyan közös standunk, de hogy standunk lesz, és hogy nekünk ö, csütörtökön be kell rendezni a a standot, tehát én nekem szerdán hajnalba be kell indulni, hogy csütörtök reggel ott egyáltalán tud kipakolni, a vitrineket föltölteni, a szóróanyagok, a dossziék, a nem tudom mit, tehát van egy csomó dolgod ezzel a, a sztorival. És hát ez ugye olyan stand, ahol van tárgyaló, rész is, tehát még, még akkor oda kell egy kis süti, pia, üdítő, ásványvíz, sallala, sallala. tehát annyira nem egyszerű a dolog, úgyhogy sajnos ezért aztán hamarabb ki kell, hogy menjek, tehát így most már aztán a, a jövő hétnek lőttek. Mújó, mikor megy Indiába? Én azt hittem hogy egyébként ott van. Tehát néztem ezt a, néztem ezt a baszott homályos képet, mond, de, de komolyan, tehát én még így gondoltam is, hogy te ugye Indiában nem olyan wifi van baz meg, hogy behomályosítja direkt a képet, vagy én nem. Nem, nem, az, az észak -Kóreó. <gül> <gül> egyébként, hát azt megjegyeztem neki, mert most hála Isten lehet trollkodni nála, hogy valami töröld meg a zsírt az objektíven, vagy valami, mert borzasztó, hogy milyen képeket tud küldeni. Egyébként indulás előtt írt a vagy a közös csedbe, vagy csak nekem, hogy milyen tróger cég ez a Telekom, hogy fordulónap előtt egy nappal majdnem vett ő, tudod ezt a limitbővítést. Igen, igen, aztán igen. Vagy igen. fordulónap is. Hagyta volna a Telekom. És mondom, hogyha egyébként neked elfogyna a neted, fordulónap előtt egy nappal, de szükséged lenne rá, akkor miért kéne értesíteni a téged a telekommunikációs cégnek, hogy figyelj már, egy napod van, hát, na mindegy, hát azért elmúlt, és vagy foly, akkor majd holnap hosszabbítom, meg éjfél után, és de mondom, hogy milyen díjcsomagban vagy, és mondja, hallod, de kapaszkodj, kapaszkodsz? Kapaszkodok, igen. 200 megabájt. Ez nem a napi limitje, ez a havi. Jé. Yeah. mondom, mújó, ez, ez micsoda? Hát, hogy miért? Ö, neki ma is 50 megája fogyott. 50 megabaz meg? Hát mondom, ez csodálatos. Tényleg egy izével egy Spotify-os lejátszás listával többet fogyasztok, de hát az, a, az az, én problémám, ő abszolút ezt a, ezt a internet nomád életet éli. úgy érzem, tehát szerintem ott, amiről beszéltünk, hogy Tudod, szarom, ez olyan, Igen, ilyen sokat. igen. Nem, szerintem ott már a telefon a szűk keresztmetszet. De mindegy, mindegy. Ez van. A, jött eszembe arról, hogy mondtad, hogy jövő héten akkor nem lesz, hogy frissítettem a google kalendárt, úgyhogy már ki is van véve, hogyha valaki nézi majd esetleg a weboldalon, akkor ott látja is, hogy, hogy a okay. jövő hét az már okay. nem szerepel patent. Zseniál. Na és ezen kívül mi történt veled? Hát ezt épp, épp én akartam kérdezni tőled, csak megelőztél, mert hát fiatalabb vagy, és jobbak a reflexeid, hogy úgy mondjam. Hát, fú! Hát, hát igazából úgy talán nagyon semmi nem történt, ha csak nem tegnap, mert ugye tegnap event volt, azért, na, úgyhogy felhővel, ami szokásos uh, eventre járkálásunk, az abban néz, abban a csúcsosodik ki, hogy így fogalmazzak, hogy átjön, hoz sört, hozom a chipset rákcsálni valót, belőjük az Apple TV-t, és nézzük rajta az épp aktuális uh, eventet. Így történt ez tegnap este is, úgyhogy hatkor már bepattintottuk magunkat a hetes kezdésre, és, uh, és néztük, hogy, hogy mi lesz a, az iparág uh, útja a továbbiakban, így a tizedik év után, és és hát ugye volt ott minden, mint a búcsúba, ami engem leginkább megmozgatott, az a, az a 4K-s Apple TV, mert most dühönhetek, hogy nem tudok 4 k tartalmat nézni a, a mostani Apple TV-mmel, amit is én másfél éve vettem, de igazából annyira talán nem lehetek dühös, hiszen még a tévém se négykás, de eljön majd az az idő is, úgyhogy az nagyon tetszett, illetve nem tudtam hova tenni a termékbejelentés egyéb vonalait. Ugye most itt, itt legfőképp ez volt, ugye, hogy most már külön LTE csippel árulják a, az Apple Watchot is, a, ez a Series 3. Oh és e, tehát a formájára ugyanaz, de hogy de szépen fogalmazok, hogy de hogy a diszkóban lássák, hogy azért neked mégis új van, ezért természetesen e, egy roppant szolíd, vörös pötty van bazd meg a koronán, hogy ezer méterről lehessen látni, hogy már pedig ez egy Series 3-as óra, amiben LTE chip van, amit zseniálisan demóztak egyébként, mert az órájáról fölhívott valakit, teljesen véletlenül valakit tudod, és beszél a nő, beszél a nő, és egyszer csak vált a kamerakép a színpadon, és azt látod, hogy tudod, ez a, ez a nagy szörvdeszka, amin állni szoktak az emberek, és egy baszott hosszú evezővel így eveznek rajta. Na, áll a valamilyen tó közepén a nő, és úgy evez, és közben beszél az órá. Hát az órája, ami a kezén van, és egy, egyébként mozog, és így beszél, és hogy ezt ugye felhővel elképzeltük, hogy, hogy a nő az úgy tud, valahogy behúzták oda motorcsónak a motorcsónak, vagy a tököm tudja, és, és így még, még, nincs, még nem, nincsen kapcsolás, addig csak álljál, és így csórikám áll, vagy 20 percig azon a kibaszott pedalboardon, és így vár, hogy bekapcsolják, és utána, aha, most, most, 5, 4, 3, 2, és akkor hello, 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 izé hozé, és utána bevágják. Látszott, hogy nem, nem ez a természetes közege neki egyébként. De abszolút egy jó pofa volt a, 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 dolog. Voltak benne gegek egyébként már a bejelentésnél is, tehát, hogy, hogy mikor, mikor írtak levelet Tim Cooknak, ugye a, a, a CEO-nak, és, és ilyen ötletesen volt megoldva a dolog, mert hogy több emberről készült videó, tudod, mikor olvassák végig azt a van egy éve és akkor mindenkinek egy mondat, és akkor volt ott benne balettáncos, meg az anyám kínja, volt valami olyan sportoló, aki tudod, mint az Andor szokta csinálni ezeket a, ezeket a spartán részeket, hogy mögötte, meg előtte az emberek rohangásznak a sárban, meg a szöges drót alatt kúsznak, Machine. Jézusom. Tökéletszerű volt azok, hogy elmondja a mondatát, így megint körbeérnek, megint körbeérnek, és az utolsó mondatnál csak, hogy, e, hogy Tim, ezt szeretném, azt szeretném, és kúszik lenne a sárban, bazd meg, kezében a papír, és úgy olvas, hogy közbe kúszik. Hát, bazd meg, zseniálisak vagytok. E, úgyhogy ez volt, és, és amire nagyon vártunk, és néztük egyfolytában az óránkat, hogy de már hol van a telefon, de már hol van a telefon, mert gyakorlatilag mindent tudtunk a telefonról. Na, akkor bejelentették is. És, és így nézzük a, nézzük a renderelt videót, és azt látjuk, hogy, hogy gyönyörű a hátlap, fordul, és ott van rajta az meg a, home gomb. És a, fel, a, felhővel így megáll a levegő, így egymásra nézünk, ez meg mi a fasz? Ez meg mi a fasz? Forog, forog, és akkor iPhone 8, na mondom, jóval megnyugodtam, ez még nem a ten, Uh, és akkor végig darálják ott, hogy Twice is amazing, meg az anyám kínja, micsoda csip van benne, meg dupla kamera a nagyobbikban, mert ugye méretre, meg mindenre maradt ez, uh, ugyanúgy, ahogy az előző széria, és aztán jött a One More Thing, és, és azt mondta Tim, hogy, hogy One More Thing, megfordulta a, a mockup videó, és ott volt benne a homegom nélküli iPhone 8 nem is iPhone 10 vagy valami hasonló, még barátkoznom kell a névvel. E, és ugye az előző szériánál valahogy úgy volt, hogy e, volt ilyen nagyon elbaszott 32, 64, 128, 256. Na, ezt most figyelj, redukálták 64, 256. Nessze paraszt. És ja, hogy akkor van egy, van egy atomparaszt verzió? E, hát nem, az mindegyik verzióban ez van, ez a 64-256, de az atomparaszt verzióban a, az csak a sima frissítés, ami gyakorlatilag annyi frissült igazából, hogy most már a hátlap sem ö, nem fém, nem alumínium, hanem van neki a fém keret, és alul üveg, fölül üveg és azért üveg, mert hogy tudja a vezeték nélküli töltés, de ez a, ez a csís, ez a QI, vagy mi a fasz? Igen, igen. Ez a csícs töltés, ami egyébként kurvára nem olcsó egyébként, ahogy mondják. Szóval ezt a töltést tudja mind mindegyik verzió, tehát a, a olcsóbik is, drágábbik is. De a drágábbikban ugye nincsen home gomb. Hogy fogod ezt te használni? És ott fönt van az a sziget. És mutogatták, hogy, hogy hú, az az meg, az, hát nem azt mondom, hogy óriási blama volt, de mikor demozzák, hát most megértettem, még mondtam is felhőnek előtte, hogy nézd meg, mindegyiken dupla mikrofon van, bekapnak. Minden, minden színpadra lépőn. És magához veszi a demókészüléket, és hogy az újnál csak így föl kell söpörni, és a telefon magad előtt tartod. És az meg fölsöpri a telefont, maga előtt tartja, és kiírja, hogy please enter your passcode. Körülbelül ennyit várt, azt leteszi, magához veszi a másikat, a bekapot, fölhúzza, egy, és föloldott, és így, hú, baszd meg mondom, ez a probléma lett volna, geci. <kül> szóval, szóval, mikor mondták elő az emberek, hogy hú, de hallod, hogy milyen nagy az a sziget ott fönt, abban a szigetben, baszd meg, van hét szenzor. Tehát van egy, egy kamera, van egy infrakamera, van egy közelségérzékelő, van egy tököm tudja milyen letapogató, és hogy azt mondják, hogy az új lenyomatoddal a biztonság az, hogy mondjuk valaki a te telefonodat föl tudja oldani a saját új lenyomatával egy az ezerhez volt, és ezzel az új technológiával, hogy már nincsen homecomb, és csak a face recognition van, tehát az arcfelismerés funkcióddal egy az egy millióhoz nőtt meg ennek a, a valószínű, vagy valószínűtlensége, nem tudom, hogy hogy fogalmazzak. De hogy ugyanúgy le kell szkennelned az arcot, tehát nem az, hogy ránézel és lefényképezed, hanem tudod, mint az új lenyomatodat, hogy így több pozícióból, na ugyanez van az arcodnál, hogy gyakorlatilag így nem azt mondod, hogy így fordíts körbe a fejedet, de hogy így elég nagy tartományból, szemből kicsit, tudod, mint mikor a telefonodat a gyroszkópját kell kalibrálni, uh -huh. hogy egy kicsit megforgatod. Na itt is ugyanezt a fejednél, és hogy ez működik akkor, a kivacs vagy ha szemüveg van rajtad, ha sál ha épp van rajtad, ezt akartam ha akartam kérdezni, hogy mi van, ha átfested a hajat, ha parókád igen, van. Igen, ha... ezt is mondták, meg mutatták <coughs> is, és demózták is, bár én még mindig ö, nem értem, hogyha mondjuk én fönn vagyok a sztyepén, a mínusz 40-ben, akkor melyik a, melyik a kényelmetlenebb a hüvelyk a kesztyűt lehúzni, vagy az arcomról a sálat, hogy lefagyjon az arcom. De hát, de hát mindegy. Ez, ez Apple Pay fizetéshez is működik. Tehát, és most már ugye nincsen, nincsen ez a dupla home gombos kilépek mindenből, hanem úgy lépsz ki az alkalmazásból, hogy alulról fölfelé söpröd, és ha csak félig tolod föl, akkor a gyakorlatilag akkor ez az alkalmazásváltóba kerülsz, megjelennek a tabok, és jobbra-balra tudod söprögetni. Ha meg teljesen fölsöpröd, akkor így, így, így belezúmolod vissza az alkalmazást, gyakorlatilag az ikonjába. Viszont olyan hardvert kapod, hogy a bokádat lefosod ö, 600 ö, 600 milliárd művelet másodpercenként. Az előző generációs telefonhoz képest, ami az iPhone 7 volt, 70%-kal erősebb. Tehát a most piacon levő Android, iPhone és az anyám kínja nál is mindegyiknél erősebb, mert az előző generációt, ha azt számoljuk, hogy az körülbelül egy MacBook R szintjén volt, akkor ez a telefonban az meg őven. Tehát amit neki abba a is kis csíkba beleintegráltak, az valahol ott az első-második generációs Apple házatáján körülbelül az egész készülék tudott annyit mindegyik tudja a vezeték nélküli töltést. Egy kivaszott nagy fájdalmam van, az nem más, mint az ára a, a tennek, tehát a, a legerősebb bivajnak. az kapaszkodj, bazd meg! A 64 gigás, a kisebbik. 999 dollár. Ugye, az pedig 999 euró. Az Plusz 300 egy-két, egy, egy-néhány. Várjál, plusz az áfa, plusz az artisius, és ott tartunk, hogy a, a gyengébbik az 360 ö, 60 környéke, az erősebbik pedig 430. 6 valahogy így. Telefonról beszélünk, nem autóról, telefonról. Hú, nem tudom. Ez nekem, ez nekem már nagyon gáz ö, ö, kategória. Uh, azt mondom, hogy mindenkinek szerintem, tehát jó, hát nem egy izének, uh, Palácsik témának vagy, uh, vagy egy, Rogán Ceciliának, de nekünk az, de azért tegyük hozzá, hogy uh, hogy amikor én megvettem mondjuk a, a független telefont, uh, az S8, vagy az S7 edge az is 270 ezer volt. Uh, tehát uh, az meg, igen. Ezek ennyibe kerülnek. Hidd el, hogy a legnagyobb felvevő piaca egyébként nem is a gazdag ficsúroké lesz, hanem majd aki elmegy a szolgáltatójához és megveszi 10x havi kamatmentes tököm tudja részletre, és csak azért elő fog fizetni szerintem egy ilyen 10 ezres, 20 ezres net csomag, vagy egyébként valami tehát előfizetéses mobil csomagra, hogy lehessen egy ilyen telefonja. És meg fogja venni a, a kisebbiket. Amivel nekem az a gondom, hogy aki kontentet aki gyárt, az annak kelleni fog a nagyobb, mert nem is az, hogy 4K videó, hanem 4K 60 fps tud bazd meg a kamera. Bocsánat, kamerák, és a kamera a legnagyobb ö, ö, jóság ebben a cuccban bazd meg, mert hogy ö, ha te lefényképezed, mondjuk saját magad, vagy a másikkal tudod a duálszenzorral. Az egyik az egy nyolcas fényértéket tud, a, másik, a másiknál lementek ö, vagy 2.0-ra, vagy 2.4-re. Mind a kettőnek kurva jó a fényértéke, és meg tudja azt csinálni, mint hogyha lenne neked egy stúdiód. Lefotózol valamit, és akár előtte, akár utána, de azt mondod egy tárcsán, hogy te olyan fényt szeretnél, hogy ö, csak az ember legyen világos. És tudod azokat a fényképek, mikor, mikor mögött egy sötét háttér el van mosódva, és csak a portré alany az, aki, aki, világos és kontrasztos, és ezt utólag meg tudod csinálni. Azért, mert ő kiszámolja az meg a processzorával, azzal a 600 milliárd per másodperces számolási kapacitással, hogy hogy mi van elől, mi van hátul. El tudod homályosítani. Az arcodra máshova rakod a fényeket, minthogyha csúcsfények lennének, minthogyha fény lenne. Kibaszott jó. Kibaszott jó. Hát a Jó. Ennyi pénzért Charlie. Igen, igen, igen. Egyébként a frontkamerára írták valahol gagben, hogy hogy ez az ezer dolláros beszélő kaki ikonja, mert hogy a másik legnagyobb feature -e az volt, hogy vannak ezek az animated emojik, kakas, ló, mackó, ö, kaka, és amikor a frontkameráddal, mit tudom is én, én üzennék neked, rányomok valamelyikre, mondjuk a kakára, és felvételt nyomok, és az én arcomat, mint tudod, mint a motion capture-nél, Az igen, arc, igen. arcodnak a pontjait, és ugyanúgy grimaszol, ö, Prompt, akkor, akaki. És euh, tudod, mikor egy egy felelős divízió vezető ott áll a színpadon, és azt mondja, hogy most pedig... És egy darab szart animál. Na, ezt úgy képzeld, de hát a felhővel szakadtunk a röhögéstől. Hogy először a, a ló, és akkor azt meg a színpadon elkezd nyeríteni, és a ló ugyanabban a pillanatban ugyanolyan grimaszokat vált mackó, és akkor átvált a kakára bazdmeg, és mikor látod, hogy a színpadon egy olyan jó három méteres meg beszél, azért az menő volt. Ilyeneket, ilyeneket tud a telefon, de egyébként olyan játékok jönnek ráki, ki, hogy azt meg abszolút lefostam a bokámat, abszolút viára cucc, tehát most már nem az van, hogy valamit ott rajzolsz, mint mondjuk a, a Huawei-nél, és azt be tudod ott illeszteni és forgatod, hanem olyan játék, hogy neked mondjuk van egy tök üres asztalod otthon. Fogod a játékot, elindítod, a kamerát ráirányítod az asztalra, és tudod, ezek a, ezek a Tower Defense játékok, hogy ide megy az ember, oda megy mm. az ember, és akkor lőjed azt. De te egy másik szögből is látni akarod. És a kamerával így elkezdesz az asztal körül járkálni, de az meg, lefosod a bokádat. Van mondjuk közted, meg a, meg a játékosaid között egy kurva nagy szikla, egy hegy és ahogy bemész a hegy mögé, a hangok, a lövöldözés elcsöndesedik. Kimész a másik oldalon, visszaerősödik. A kamerával közelebb mész a szereplőidhez, még erősebb lesz a hang. Az meg nagyon durva volt. Kurva jó volt. Azt nem tudom, hogy ez mennyire fogja fölmelegíteni a telefont, és meddig fogja egyébként bírni, de azt mondták, hogy, hogy sokat dolgoztak azon egyébként, hogy, hogy, rámenjenek az aku időre és, és azt mondják, hogy a mostani eh, hetedik generáció, az iPhone 7-nél körülbelül két órával tud többet a, a ketyere. Úgyhogy hát ennyi volt a, a tegnapi nagy bejelentés, esett is a részvényár folyamuk, eh, szerintem az ár miatt. Eh, hát meglátjuk, meglátjuk, nem kevés, buzz, meg azért az a, az a 400 ezer forint, csak húzzuk meg a közepét, egy telefonért, még mindig. Még minden, Én emlékszem rá, amikor a, nem tudom te, te, mennyire vágod, amikor kijöttek azok a kurva drága Nokiák, és még a nyomógombos telefonokról beszélgetünk. A kommunikátorra gondolsz? Nem, nem, nem a kommunikátor, a hanem volt egy, volt egy, flippes Nokia, a, igen, a, igen. Izé, matrixos, neós banán Nokia. És valami 70 ezer forint volt a ár, és mindenki el volt szörnyűködve. Nem, 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 nem a gondolok, hanem, hanem ugyanilyen lepattanó volt, nagyon szép formaterve volt az akkori időkhöz képest, <kül> és, és tudom, hogy akkor volt egy ilyen hihetetlen, hogy az kurva drága volt, meg még volt benne valami aranycsík, meg nem tudom én mi. És hogy tényleg csak a kőgazdagoknak volt ez a fajta Nokia-ja. Na most ehhez képest tetszeg, hogy hol tartunk árba, hát az azért, na érted, fú, hihetetlen, hihetetlen. De mondjuk én pont másra figyeltem, mert nem tudom mennyire érzékelted ezt a sztorit, de ugye a Xiaomi az épül bejelentés előtti napra előtte. tette a... Igen, a... néztem azt is, illetve mondták azt, ma olvastam, hogy elmaradt azért a nagy dur. Hát ez, nem, nem tudom, hogy ez mennyire kellett volna, hogy nagy dur legyen, mert itt a xiaomi van egy ilyen nagyon, nem is tudom, minek nevezzem. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon oldalág hajtása, ez a Mi Mix. Igen. E ebből a kettes széria jelent meg, amit egyébként nyilván, mert az egyes egy aránylag unikum volt, sokan vártak, és akkor kioszták a, a Mimix-et, a lehető, tehát a most a piacon lévő leggyorsabb Snapdragon procit rakták bele, semmilyen őrült specifikációja nincs, hál' Istennek kivették a, a Mimix 1-be egy ilyen olyan hangszóró volt, tudod, hogy a, a, az üveglapot rezegtette. Ez a, a, ez, ez a csontrezgéses? Igen, ez a csontrezgéses. Erről mondok hál is... valamit, fölírom. Hál Istennek, hál' Istennek kivették belőle, vékonyabb lett, és ennek is hosszabb az üzemideje. 84%-os a kijelző előlap arány. Tehát azért az egy... Egy bajom az van egy... azzal, egy bajom van azzal, megnéztem. Tehát, Megnéztem. Szerintem nem értem, minek van alul ott az a csík. Tehát, ha megcsinálták volna azt, amit, amit a Samsung az S8-cal, a virtuális gombokkal, azt mondom, hogy az, meg ez kurva jól néz ki. De most fölül, kopra ki megy, lent, meg ott van a csík. Ez olyan, mint igen. A, a huawei nek a 9 lightja, mondjuk. Igen, mert hová teszed a selfie kamerát, Charlie? Hát, hová teszed a selfie kamerát, beintegrálod úgy valahogy, mint, a, mint az iPhone-ba? De igen, tehát. És tegyük hozzá az árát. 140-150 körül van. Tehát 200 ezer a, a nem is tudom ez a, a, az abszolút akármilyen kiadások. Igen, amil... annak van az a Gold vagy <coughs> nem tudom én, milyen verziója, ami Itt. nagyobb memóriával, illetve hát maga a tárhely nem nagyobb, csak a belső memória nagyobb. Hát nem, nem, a, ez most azért ez érdekes a, a Xiaomi-ba, hogy van 6, 6 per 64-es, meg 6, 6 per 128-as, meg 6 per 256-os. Tehát, hogy a, a, a ROM az mindegyiknél 6 giga. Érted? Tehát nem nem azt csinálták, hogy van uh, full kétós két gigás, meg négy gigás, meg 6 gigás, hanem hogy mindegyiknél hat giga. És a, a tárhely változik gyakorlatilag. Úgyhogy nem, tehát valószínűleg nem az én telefonom lesz, már má így látom előre. <kül> ja, és ebben debütál egyébként majd a, a kínai gyors töltő 3.0-as, rendszer, amire azért vagyok kíváncsi, mert ott 20 percet írtak, és 90 ra tudja tölteni. Egy ilyen vékony telefonnál az milyen hőt fog ott okozni, meg, meg hogy ezt hogy tudták megoldani, ezt nem tudom. Hát hogy az aksia, hogy bírja ezt a, ezt a gyors töltést. Hát igen, nehogy igen, igen, igen. hogy hát hát úgy nekem... járjon, mint a Note 7 nekem mindig ez a, a fixa idejem, hogy itt elkezdenek ilyen fizik, tehát ezek már fizikai határok, amiket feszegetnek. És egy 3400 milliamperes akkumulátorról beszélünk, tehát azért, azért nem egy, egy 450 milliamperes valami, hogy, hogy ezek a gyors töltések nem tesznek jót a celláknak, abba biztos vagyok. Tehát ez tényleg csak ilyen vészüzemmódra módra. Uh, érdemes uh, tartékolni. <kül> Na, szóval uh, így. Ja, és most már ugye ez, 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 ez az egyetlen egy nagy pozitívum, hogy most már tudja az összes frekvenciát, mert ugye a kínai telefon, a nálamistam kihasználja a fogja ki ugye? Ja? Ezt a, mert nem mondom mi, fogalmam sincs, mi az, amit uh, használunk és Kínában nem használnak, vagy nem a de nálunk vidéken, meg, meg azon megy egy csomó dolog. Úgyhogy... Hát azért, mert hogy ez, ez, ennek a működtetése, a rentábilis, tehát a 800 az nem úgy terjed, mint a 2100. Mm -hmm. És ezért, ezért olcsóbb ezt üzemeltetni. Nem kell tele szórni a, a településeket kézékkel tornyokkal, meg, meg, cellákkal. De hogy visszatérjek egyébként erre a Face id amit mondtam, megnéztem közben, hogy 30 ezer kis pontot vetít az arcunkra. És próbálták becsapni fényképekkel, próbálták becsapni profi maszkmesterekkel, akik levették az arcukról a mintát, azt, a mintát Aha, megcsinálták újra, és mutatták bezd meg azokat az arcokat, tehát olyan volt tényleg az meg, mint hogy mintha levágtad volna egy ember arcát, annyira életű volt, nem sikerült, nem sikerült, nem sikerült. É. Az, é az érdekes, mondjuk oké, okay, tehát a fényképet megértem, mert ez valahol azért a, a pontok mélységét is <coughs> eltárolja. Gondolom csinál ilyen viszonyításokat, hogy az órot hegye meg a szád sarka, meg nem tudom én mi. Tehát, hogy az térben hogy néz ki. De azért egy profin levet, mondjuk ott meg lehet, hogy a, 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 hő. Tehát, hogy a minden testnek van egy sugárzó hője, mondjuk a szilikon maszknak meg nincs. Nem tudom. Azon gondolkoztam, hogy ez milyen jó lesz majd a, a repülőtéri biztonságiaknak, mert mert most már nem, ha nem akarja az új lenyomot átadni, akkor megnyomod a képernyőt és elé tartod a kamerát. Szávasz. Figyelj Charlie, repülőtéri biztonsági rendszernek meg ócsó. Igen. <gül> <gül> é, és a kamerát is megnéztem, rosszul emlékeztem. A, a két lencsés mind a kettő optikai kép stabilizátorral rendelkezik, és egy 6 és 2-4-es rekesz van. 1-6? Egy 1-6, hat? Egy hat, meg. 1 és kettő. Az négy. hihetetlen. És mind a kettőnek van optikai kép stabilizátor, nem csak az, hogy a nagylátónak mondjuk. Az hihetetlen. Tehát nem is tudom, én nekem volt egy zenit fényképezőgépem, és amikor én, én mit fényképezőgépem? Fotopuskám öcsém. <laughs> és amikor én ö, Moszkvába sorbáltam a, a fot, fotoelektronik üzlet előtt, ezért a kibaszott fotopuskáért, valamikor a 80-as évek elején, <laughs> Akkor, akkor annak egy kettes rekesz értéke volt és és szinte nem volt a piacon alacsonyabb rekeszértékű fényképezőgépeket. Tehát a nikon ez mindenkinek ez, ez hát az volt. Hát ez most a leg. is jó érték, egyébként. Egyébként igen, igen, tehát az most is jó értéknek számít. Ha valaki megnézi az, az ilyen kompakamerákat, mindkettő fölötti rekeszértékkel, vagy főleg igen, az úttartomány Na, hát érdekes lesz, mert ugye én azt gondolom, hogy az Apple ezzel megint tolt egyet a, a mobil kommunikációs árakon, és tudod, mindig az szokott lenni, hogyha az Apple megtolja, és elkezdik vásárolni az emberek, akkor majd ki fog jönni a Samsung és egy 300 ezer fölötti telefonnal, és a többiek is, tehát na. <kül> Igen. De az, amiről, amiről, előtte beszéltek, és végül is nem jött be, tehát nincsen ilyen, ilyen, ilyen bazári mi az része szín, meg a tököm. Tudja, a, a tenből van fehér, fekete. És zárójelben mondom, tudja a Bluetooth 5-öt, tehát átviteli sebességben kurva jó lesz, és az árat is megnéztem pontosan, a 64 gigás 380 ezer forint, a 256-os pedig 437 ezer forint. Azért ezek elképesztő árak, baszki. Hát, viszonyítsuk, igen, a minimál vérhez mondjuk. Meg, hogy egy uh, kéne mondjuk spórolni, hogy meg tud venni ezt a telefont. De hát akkor már nem, nem, izé, nem instant get érzés, hogyha nincs egyből, meg tudod. Na mondjuk nekem igen, de nézegetem itt az egyik cikk alatt a szavazást, 24% mondta, hogy 1000% instant get, és 45% mondja, hogy tetszik, de túl drága tetszik, de túl drága. És ebben van valami. Ebben van valami sajnos. De most jutottunk el oda, hogy igen, hogyha tényleg a, mindig a leges, legújabb technika kell, azt sajnos meg kell fizetni. És amiről beszéltél, hogy neked oly, olyan volt az az egyes, ugye, hogy csontrezgéses. Én pont ezeket nézegettem mostanában, hogy nekem jó lenne a munkahelyre egy ilyen csontrezgéses fejhallgató, mert Egyrészt nem károsítja a hallásodat, mert ez nem hangnyomás, nem légnyomás basztatja a hallójáratod, a, a csillószőröket, ugye, és egyszer csak megsüketülsz, hanem ez ez a, a, a csontjaid rezgetésével a fejedben ből hallod a, a zenét, hangot, bármit. A kínaiakat el is vetettem, mert hát azért minek vegyen az ember, csak hogy legyen és elmondhassa viszont van egy nagyon jó kis kütyű, a nevét most nem tudom, és nem fogom megkeresni, Amazonon találtam egyébként, és meg is lepődtem, hogy annyira nem drága, sportolóknak tök jó, tehát aki fut, meg biciklizik kint, mert ugye mész, tekersz a, 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 a biciklivel, és mindig az a gond, hogy hallgatják a zenét ezek a tróger biciklisták, és nem hallják a forgalmat, ezzel viszont a forgalmat sem zárod ki. És ez nekem a munkahelyen baromi jó lenne, hogy a körülöttem lévők beszélgetéseit is hallom, hogyha valaki megszólít, valami gond van, viszont hallom ugye a zenét, vagy bármi mást is, ami történik éppen a headsetben, és nem is ilyen gagyi műanyag, mert titánium, de ö, egy ilyen, tudod, ezzel a ilyen gumiszerű ö, borítással össze lehet hajtogatni, zsebre lehet tenni, nagyon jó pofa egyébként, és az ára sincs elszállva, mert a az Amazon DR-ről 30 ezer forintért lehet rendelni, tehát szerintem abszolút -e, ö, versenyképes a, a dolog, úgyhogy ö, szerintem jövőre kipróbálok egy ilyet. Úgyhogy én erre gondoltam itt, hogy csontrezgéses, ha már csontrezgéses, akkor ez tényleg jó sportolni is, meg, ö, meg egyébként is ö, minden másra. Ó, de masszív volt ez a megszakadás, hallod? 12 úristen, perc a Én csak beszélek, beszélek, és olyan gyanúsan nem röcsöktél a túloldalon. De én mondtam magamban, hogy Fifika, Fifika, itt vagy, itt vagy, nem? És akkor tudod, még hát így, így picit maradok, hogy abban reménykedtem, hogy nem állítod le, de akkor ott már te is leszakadtál, és hogy végre azt, érte, azt gondoltad, hogy csönd van, na akkor kezdjünk témát, és mondtad a sajátodat. De Hol igen, is még a, és még az Audacity is megállt szerintem a Skype-al összefüggésben, mert ott egyszerűen, tehát most tökéletesen hallak, nem röcsöksz, nem csinálsz semmit. Eddig a Skype beépített alkalmazás ment a Windows 10-ben, most pedig a let, letöltöttem a Skype asztali alkalmazást, és ezzel semmi ö, probléma nincsen, hogy úgy mondjam. Tehát lehet, hogy ott ö, valahol ott volt elásva a, a döglött ló. De, ú, macska, elásva a macska, Ó, nem szabad. Isten, ez mújó meghallgatja. Az az igazsak, Három hogy... ilyen százas papír zsebkendőt fog tele sírni. Amíg <coughs> próbáltál valószínű. visszajönni, meg újra telepíteni, addig pont láttam, hogy mújó online, és akkor így válaszolgatott a, a matta kamerád csetre. És, és mit írt rá, kopott, egyen meg a szívét. Ott a lencse, sajnos orvoslom, amint piacra dobnak egy tetszetős Hát nem akartam lecsapni a magas labdát, hogy uh, itt van <laughs> az iPhone 10, csak annyit írtam, hogy Mi Mix 2, tudod, ez a jó lesz az neked Mimix 2. Uh, és tudod, nekem a, még a gírbesztes időből nekem vannak olyan sítek, hogy ezt más nem látja, és ilyen kurva nagy kuponkódok vannak benne de ilyen 50-100-200 darabok és mondta, hogy térjünk vissza rá a nyaralás után, mondom, mú jó ez, ez nem az a film, hogy térjünk a nyaralás után vissza, 100 darab kuponkód a, szerte a világon, hát az mennyi idő alatt fogy el szerinted? Se perc alatt úgyhogy mondtam, hogy majd szólok, akkor, hogyha itthon van, <hül> és akkor megmondom, hogy milyen, milyen akciós telefon kuponkódjaim vannak úgyhogy ennyi és ö, már on topic voltál, amikor magadban beszéltél? Igen. Jó, és miről <laughs> beszéltél? A telefonomon föl van telepítve a, a HVG apja. Oh. Nem, már nem, hogy nem a, nem a HVG-nek az apja, hanem hogy a maga az alkalmazás. És tudod az így, hogyha van valami újdonság, vagy be van jelölve érdeklődésnek, akkor az így a záróképernyőre földobja. Na és följött egy, egy minket is érintő és érdeklő cikk a, a HVG megjelenő cikk ami a dohányzás visszaszorításáról szól gyakorlatilag, és szerintem zseniális maga a cikk, ahogyan összeszedi ezt, a, ezt az egyébként hihetetlen módon ünnepelt sztorit. Ugyanis erre, erre szokták azt mondani, hogy ha hazudsz, akkor akkor át hazudj, hogy senkinek eszébe ne jusson ö, utána nézni. Na most a, a HVG az utána nézett, ugye már a, a trafik törvény óta megjelentek azok a fogyasztási statisztikák, itt-ott-amott, azért annyira nem szemelőd, de azért hát nyilván ö, a jelentések jönnek-mennek, tudod, <laughs> és akkor ha valaki ügyesen szűr és keres, akkor talál. Na és a, a, a cikk lényeg egyébként az, hogy ö, ö, ha, ha emlékszel rá, hogy ö, a trafik törvény nem azért volt, hogy a haveroknak mutyi legyen, hanem miért, Csárli? Hogy visszaszorítsuk a dohányzást a fiatalok és, és a, a fiatalkorúak és egyébként a felnőtt lakosság körében. Nem, nem, erre van egy egymondatos válasz. Amit, amit, annak idején te is hallottál. A, amikor a Mújó oda ment az államtitkárhoz, és megkérdezte. Ja, igen, de ahhez kéne a Mújó, mert ezt a mondat, hogy ő tudja autentikusan mondani. <laughs> a, ö, hogy igen. értsék meg, hogy ez a nem dohányzók védelmében történik. Így van, így van. Tehát az akkor ugyanezt egy a. Érdés? Egyről volt szó. <laughs> ugyanezt a bursittet szedték elő, hogy minden, ami most a, a trafik törvény kapcsán történik, az bizony a nem dohányzók védelmében van. Most kiderült, hogy az az, az egy év, tehát a, a trafiktörvény utáni egy évben, látványosan csökkent a szálas cigaretta fogyasztása. Mert hogy a statisztikából ők mit vettek elő, Charlie? Hát nyilván a szálas cigarettát. És ugye senki nem közölte, hogy igen ám, de a sodró dohány, és er erről beszéltünk is uh, uh, elég sok podcastben, hogy a sodró dohány és a fekete piac azért úgy működik szépen közben, és valami ordas mennyiséggel megnőtt a, a sodró dohány fogyasztás az országban. És nem is ez a, az érdekes, hanem az érdekes az, hogy a, a sodró dohányból csak becsülni tudod a, a lesodort szálakat. Igen. Milyen vasztat, milyen tömör, anyám kínja. Így van, így van, így van. Keverszem újság a... újságpapírt, hogy legyen volumene. A, a, a dohánygyárak pedig azt csinálták egyébként, hogy elkezdték a, a dohány levelet, nem, nem, tudok rá jobb szót mondani, hogy megértsétek, elkezdték összegyűrni a dohány levelet, és utána fölvágni. Ez ugye azt eredményezi ez a technológia, hogy, hogy ugyanannyi dohány több helyet foglal el. Tehát a kvázi szál mennyiség az megnő. Am, amit sodorni tudsz belőle, mert nem tudod olyan tömörre sodorni a cigarettán. és Bocsánat, ah, hogy szúrok, és, és viszonylag, bocsánat, és viszont, de gyorsabban is égez által. Ez így van, ez így van. Tehát nyilván a fogyasztott dohány mennyisége nem lesz több, csak több szállat szívsz, ergo több lesz a papír, és több hüveit fognak eladni. Tehát azért ebben is benne van az, az ordasság, nem kicsit és keveset. És akkor elkezdték megbecsülni ezek a jó emberek, hogy akkor most a szára levetítve, ez most visszaszorulás vagy nem? És hát igazából nem, és most az derül ki már a több éves adatsorból, hogy nem hogy csökkent a dohányzás Magyarországon ha a fogyasztási dohánynak a mennyisége, hanem folyamatosan nő. Tehát azzal, hogy a trafikba került a, 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 dohányáru, ugye volt egy piaci sok, de utána szépen elkezdett nőni, és már most túl vagyunk minden olyan határon, amit... Nem is tudom, visszaszorulásnak lehetne nevezni, mert hogy ez nem az. Tehát itt egy folyamatos piacbővülésről lehet egyébként szó. És ami a legszomorúbb ebbe az egészbe, hogy van egy statisztika, én például soha nem láttam, de van egy statisztika, ami a tíz éves gyerekekről szól, hogy vajon kipróbálták-e már a cigarettát, és képzeld, hogy ebben a statisztikában növekedett a kipróbálók száma. Én azon, azon ledöbbentem, tehát, tehát én azt nem is gondoltam volna, hogy 10 éves kor alatt valaki kipróbálja, de ha megnézed, fölött egy bekezdésen nagyon ügyesen elő volt ez adva a WHO esettanulmányában. Tehát a 13-15 éves korosztályban a dohányzás kipróbáló fiatalok aránya visszaesett 57-ről 46 százalékra. És hogyha itt vége a mondatnak, tehát ha kiragadjuk a kontextusból, ez kurva jó. 11 százalékkal csökkent. Kell hozzá még 5 év, és akkor nulla lesz. Na. Viszont, illetve ahogy tudod, de viszont 10 év alatt, én, tehát még mindig fogom az államat, hogy ilyen statisztika is van, mert tehát 10 év alatt valaki dohányhoz nyúl, tehát nincs sok dolga, legó kis autót tologatni, vagy mit tudom én és látom lelki szemeim előtt, hogy nem szálas cigarettát vasz, hanem sodró dohányt, és egy kilenc éves gyerek sodorja, meg így tudod, nyálazgatja a papírt. És csinálj egy rakétát nekem is, Pisti! És hogy ott 10-ről 22 ra az meg az több, mint a duplája. A dohányzás kipróbálok, jó? Tehát aki egy szállat elszív. Akár. De, de ez, ez mennyire leg... Tehát, hogy lehet ezt egyébként kimutatni vagy felmérni, hogy, hogy lehet gyerekeket, fiatalkorúakat ilyenekről kérdezni? Hogy? vagy hogy Megállítja az utcán? Vagy mi? Vagy iskolában? Nem, tehát egyszerűen ö, ö, nem, nem tudom, hogy honnan van a statisztika. Az is lehet, hogy van valami kérdőív, amit így nem tudom, ott tíz éves gyerekeket azért nem molesztálnak az utcán, hogy te figyelj, rágyújtottál már, vagy kipróbáltál, nem tudom honnan veszik a statisztikát. És ugye az a döbbenetes ebben az egész sztoriban, hogy még a szemük előtt sincs. Tehát ugye annyira. Vigyáznak arra, hogy a, a gyerek ne találkozzon a dohánytermékkel. Ezen így gondolkoztam, hogy lehet, hogy ez az őrült tiltás az, ami. Mi ez ami az, az elérhetetlen kiváltja. és azért kell? Igen, ami kiváltja ezt, a, ezt az egész dolgot. De, de, és uh, uh, hagyj már most bele mi is a, az egészségvédők uh, szakmájába, mint ahogy ők beletrólkodnak uh, egyébként a kvázi mi szakmánkba is, hogy, uh, hogy nem lehet, hogy szar stratégia. Tehát, hogy, hogy még ilyenkor sem gondolkozik el senki odafönt, hogy, Húbazd meg, ezt már most tényleg kurva nehéz védeni, hogy itt valami nem oké. Érted? És akkor, ha megnézed, és most megint ezt látom egyébként így Cuzán a sajtóba, mi történik? Megint elő fog tehát jön egy szar statisztika, és az a, az, az, az a, nem is tudom, a stratégia, hogy akkor kezdjük el azt, hogy mennyibe kerül a dohányos az államnak, ami egyébként önmagában megér egy misét, de erről is már több podcastben hallgattunk. Aki nem tudja, hogy mi az én álláspontom ebbe a, a témába, az nyugodtan hallgassa vissza az eddigi összes adást, és valahol ezt meg fogja hallani elkezdjük basztatni az elektromos cigarettát, és egyébként meg emeljük a dohány termék árát. Tehát ez a három fegyver van a kezükbe, és senki nem gondolkodik el azon, passzus, lehet, hogy nem tudom én, paradigmaváltás kéne, vagy, vagy mit tudom is én, valamit teljesen. Lehet, hogy az e-cigaretta ebbe segíteni tudna. Akkor inkább hagyjuk azt, de nem... Nem, mert valószínű, hogy, hogy bevételi oldalról meg, meg azért kell az a lóvé. Érted? Nem tudom. Én arra nem, nem tudok rájönni, hogy, hogy hogy sikerült kivitelezni ezt a projektet, hogy hogy elvileg egy gyakorlatilag is egy sokkal szigorúbban öm, felügyelt értékesítési csatorna van, és és mégis ilyen számokat látunk a fiatal korúak ö, esetében például, vagy a fogyási statisztikákat, ha nézzük, hogy a picsába. Tehát már, már nincs az, hogy bemész az éjjel-nappaliba, már nincs az, hogy csak úgy beállsz a benzinkútra, és veszel egy doboz cigit. Nincs, nincs, nincs. Aztán mégis több. Hogy ö, tehát, ö, látlak téged a lelki szemeim előtt, hogy előtted az asztalon, a telefon, a töltőn, hogy, hogy, hogy tudod, nehogy ne, hogy lemerüljön. Néha így megnyomod a home gombot, hogy aha, jó, van térerő, vagy ha egy picit lejjebb megy, akkor fölemeled, és így forgatod az ablak felé, hogy mikor hív téged Ildikó, vagy Demjén, hogy, hogy Ficsor úr, Ficsor úr úgy gondoljuk, hogy, hogy bele kéne venni a, a, leszokás támogató eszközök közé az elektromos cigarettát is. Mi a véleménye erről, vagy hogy hogy tudnának ebbe besegíteni. Ezt a hívást várod, de gondolom... De nem jön, de nem gondolom, jön. De nem hogy nem is tehát... fetrengsz, hogy hát, ha este nyolc után akar téged elérni, de mién. De ma... ki kéne nyomtatni ezt a papírt, és elküldeni neki a valamelyik tárgyaláson a mújóval, hogy egyébként meg, de mién úr, ezt küldi a Fifika. Illetve a Fícsor úr. De hát nem, ez tehát... ez egyszerűen az, 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 ember nézi ezeket a, a statisztikai adatokat, és uh, ugye nem, 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 hiszel a szemednek, hogy basszus tényleg, tehát Európa egyik ez, ez most halálkom, olyan mondom, Európa egyik legszigorúbb szabályozása van a magyar piacon. Nem is tudok mondani olyan, tehát most ki fogok menni Dortmundba, ha iszed, hanem mész az utcán, és kint vannak a Dohányrek Németországról beszélünk, az unió motorjáról, érted? Kint vannak a, a dohányreklámok az utcán, és bárhol vehetsz cigarettát, benzinkúttól kezdve, a nem tudom én még. És mindenféle csomagolásban van, tehát még azt hiszem 27 szálasat is láttam odakint, tehát valami brutálisan nincsen ilyen szempontból szarrászabályozva a német piac, de lehet, hogy valamitől hatékonyabb a, a, a dohányzás ellenes harc náluk, mert mondjuk... Nem, nem, az e-cigaretta elleni harcra összpontosítanak, vagy a rágó dohány elleni harcra, amit egyébként meg ugye nem is lehet nálunk kapni, de azért nagyon ügyesen tudunk ellene harcolni. Tehát egyszerűen nem értem. És ugye a, a másik, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy eb, ők sem létik a cikkben, de de ezt majd, ha egyszer legközelebb lesz egy ilyen statisztika, legyen már mindenki olyan kedves, és a szivarkákat is vegye be a fogyasztási dohánytermékek körébe, mert most én azt látom, hogy a magyarországi piacon egy óriási szivarka fogyasztási robbanás lesz, megjelent az összes nagy cég a saját szivarkájával, ugye volt neked is ez a morzsolgatos sztorid. Igen mert hogy olcsó. És és, mindenki, és, és, most kezdődik a szivarkának, amit eddig ugye az utcasöprők, meg a közmunkások uh, szivogattak, meg tud, volt valamilyen marha oszú, amit kettébe vágott. Ketté vágott és, akkor és, akkor, úgy egyből lett kettő. Egy, tíz szálból húszat csinált, és, izé, és most kezdik átpozícionálni a, a pénzesebb réteg irányában ezt a termékcsoportot, mert már a mar Ú, basszus, ilyeneket nem mondhatunk ki, igaz, Charlie? Nem, nem. nem. A bóró. Na, na, már a bóró is, meg a szton is, meg a <laughs> meg a morisz is, meg, meg mindenki kijött már a, a saját szivarkájával, nem beszélve arról, ugye, hogy ügyesen uh, kitiltott, ez se értem, tehát dögöljek meg, ha értem, Charlie. Tehát, hogy beszüntetjük a a, tudod, a, a klikkes vagy, vagy pattintós cigarettát, viszont bent hagyjuk ugye a termékskálába a mentolost. Igen. Tehát meg a most, szivarkába lehet pattintani, ha hát, igen, nem de, lehet. Most, de, de most, ha végig gondolod, miért fáj az bárkinek, hogy Bepattintom, mentolos, és, ne, és akkor erre mondják, de hát a mentol az, az, az ö, kártékony a tüdőre. Oké, értjük, de bazd meg, a pattintósnál ha akarom, ki is tudom kerülni. De ha szeretem, néha mentolos szeretnék szívni, akkor csak azt tudok szívni, bazd meg. Tehát nincs, nincs logika mögöttük, érted? Á, hát ez valami hihetetlen. Egyébként, mondjad mondjad, mondjad à, át akartam fűzni a következő uh, cikre a számok miatt csak, mert uh, uh, mert a számok máshol sem működnek illetve a számok máshol sem támasztják alá azt, ami a kiindulási tézis volt, hogy ezt azért kell bevezetni, hogy, mert hogy Amerikában is uh, készült tanulmány, ami nem egy évet ölelt föl, hanem ötöt, és nem ezer ember, hanem 31 állam bevonásával készült, és ott 96 és 2001 között 16-ról 21 százalékra nőtt az alkalmi dohányosok száma. Sehol nem jön ki a matek baz meg. Sehol. És kapálózás van, és mindenhol csak a, a, ez a statisztikagyártás, meg a, meg a, a mi az Isten ez a trafikba üldözés, de ha mondd el nekem, hogy szerinted, ha ettől nem, akkor mi a picsától lesz jobb? Mitől lesz akkor jobb? Mitől fog a szám csökkenni? Nem tudom. Egyszerűen. És, és a, tehát ez is azért nekem egy ilyen, ilyen furcsa terület, ez a, ez a kocadohányos. Tehát most te hogyan, hogyan definiálod a, a kocsadóhányost? Hát ö, számomra, tehát vannak olyan ismerőseim, akik úgy definiálják magukat kocadohányosnak, hogy amikor elmegyek sörözni, akkor szívok csak cigit. Nem értem egyébként, hogy hogy van az, hogy mondjuk egész héten nem szívja, de mikor sörözik, akkor jól esik neki, az egész héten nem szívott szar. Mert tudod, mikor sok, ja te nem tudod de mikor mi elmentünk a vizsgálatra, és szívtuk, akkor rögtön szar volt az első. Tehát mikor sokáig nem szívod, akkor azért tud a szervezeted regenerálódni, és ki tudja azt jelenteni magáról, sörözés közben is, hogy bársz, egy de szar van ennek a ciginek, hogy akkor nekem ilyen haverjaim vannak, hogy a sörözés közben, meg mikor buli van, föl nem tudom fogni, hogy, hogy milyen összefüggésben van a kettő, ráadásul úgy, hogy most már azt se tudod csinálni, mint régen tudod, hogy bejussz a sörözőbe, iszod a sört, és szívod a cigit, mert most mi csinálsz? Bemész a sörözőbe, iszod a sört, leteszed a kupát, kimész a kocsma elé, 5 méter sétálsz, és rágyújtasz. Tehát ez abszolút te minden ö, ritmusodból kizökkent téged. Na, szóval nekik ez a, nekem ez a kocadohányos, de ahogy a cikk írja, ö, olyan emberek apostrofálják magukat kocadohányosnak itt, akik ugye azt mondja, hogy nem, csak néha gyújtok rá, meg mi bajom lehet, hogy mit tudom is, én alkalmanként ö, hetente ö, egyszer, kétszer, mondjuk naponta egy szál, de ez abból az időből ismerős nekem, amikor, amikor én próbáltam abbahagyni a cigarettát, és akkor ö, a haverom úgy csinálta tudod, hogy mindig minden héten egy szállal kevesebbet. Na én meg azt mondtam, hogy. Minden nap szívok 200 cigit, és akkor akkor jöttek az ilyenek, hogy mit délután kettőkor ö, kimentem a, az erkére, és akkor mondja a feleségem, hogy ez már a harmadik lesz ma. Mondom, hogy jó, de akkor holnap majd csak egyet szívok, de hát right, holnap nem szívsz egyet, igen. akkor holnap még egyet. És akkor ugye szépen a végén visszakúsztál a napi kettőről négy, hat, akkor meg olyan mindegy, baznak szívom a faszomba, lesz a le szarom. Ö, és jön a sok hülyeség, amit a kocadóhányosok általában azt hiszik, hogy ez így van. Hogy hogy ő majd kompenzálni fogja azt a mondjuk heti két száz cigit, vagy ezt a napi egyszállt cigit, hogy de én én mellette rendszeresen szigetkört futok, meg én eljárok úszni 10 kilométert naponta. Ez tök jó, mert ettől tónusosabb lesz az izom, meg nem fogsz elhízni, de a a mozgással kompenzálhatod azt, hogy egyébként megeszel napi 1800-2500 kalóriát, de a tüdődet nem regenerálja az, hogy sportolsz. Ez, ez, az nem így működik. Ez, ez le, lerakódik a tüdődben, az nem fog attól kimenni a szigetkör végére belőle a kátrány, hogy lefutottál 5 kilométert, sajnos. Ha ez így működne, akkor lefutottam volna a bosztoni maratont például sokszor. Én, én azt gondolom egyébként, hogy hogy itt persze a, a kutatóknak, meg a, a, akik az összefüggésekkel foglalkoznak a statisztikusok, ezeknek mindnek igaza van. Csak ugye ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy itt ilyen ex-katedra kijelentések vannak mondjuk a dohányzással, az alkoholfogyasztással, a sportolással, a zsírfogyasztással, a nem tudom, tehát mindennel kapcsolatban, holott azt, ö, ö, azt azért figyelembe kell venni, és ez pont ö, ö, most, ugye, hogy jövök, megyek elég sokat ide-oda, ez 600 km 8 óra, és akkor most éppen az a korszakon van, hogy egy halom ilyen előadást hallgatok. És a klímaváltozással kapcsolatban hallgattam meg egy előadást, de senki ne égyjen meg, tehát nem a, a, tudod, nincs is klímaváltozás, és én értek hozzá, hanem hogy ezt egy légkörfizikus tartotta. És uh, ugye, aki egyébként nem klimatológus, tehát ő folyamatosan mondja, hogy ő nem klimatológus, csak baromira tudja, hogy hogy, hogy működik a, a besugárzás, a kisugárzás, és hogy a légkör uh, hogyan tud uh, változni, és izé. és azt mondja, hogy utálja ezt a szót, hogy klímaváltozás, mert hogy a klíma folyamatosan változik. Tehát, ha van ipari forradalom, ha nincs ipari forradalom, annyira bonyolult a légköri folyamat, hogy ez folyamatosan változik. És ezért voltak a jégkorszakok is, mert hát hol ide, hol oda ö, ö, ment a, vagy lengett ki a, a légkör működésének a, a, a dolga, és ő mondta, hogy hát a légkörtől egy bonyolultabbat tud az az emberi szervezet. Tehát, hogy amikor így kijelenti valaki, hogy ha ezt csinálod, akkor ezt, ezt a betegséget fogod elkapni, akkor az, azt, azt, ő nem tartja hogy is, becsületes dolognak. Mert hogy még mellette millió más tényező van, és ugye mindenki tud olyan esetet, hogy életében nem dohányzott, csak hegyi levegőt szívott, és mégis tüdőrákba húnyt uh, el, vagy, vagy mit tudom, is, én sportolt állandóan, és akkor szívrohamot kapott. De, de, hogy, hogy kell én, én mindig ilyen picit azért óvatosan bánok, és nem azt mondom, hogy a dohányzás nem növeli a tüdőrák uh, kockázatát, de, de, hogy ez a mit tudom én, hetente elszívsz egy szállat, vagy, vagy kettőt, hogy, hogy neked ettől olyan mérvű tüdőrák kockázatod lenne, mert itt a cikkbe azért, ha végóvasod szinte azt a benyomást kelti, hogy szarabb koca dohányosnak lenni, mintha folyamatosan dohányzó. <kül> na, hát tott, azért ide. ezt a részét na, hogy is mondjam, mindenki féleképp szar itt úgy vagyok vele, hogy ha valami szar, akkor vagy kicsit szar, vagy nagyon szar. Kocadohányosként kicsit szar, lánzdohányosként, rendszeres dohányosként nagyon szar. Ami nekem az egészben ö, kert, az, az egyik, amit te is mondtál, ez a nem lehet, tehát bele van kódolva a gényeinkbe egyébként, és ezért nem szeretem, mikor azt mondják, hogy a meghalt a világ legöregebb embere, aki 149 éves volt, Japánban élt, életében nem ívott más, csak zöld teát. És akkor mindenki azt hiszi, hogy ha zöld teát iszik, akkor 149 éves koráig fog élni. Vagy azt mondja, hogy az az öreg bácsi az Alföldről, aki csak kenyeret, meg kolbászt, meg lila hagymát evett, és Igen, éves, És így azt hiszed, hogy ha te is ezt fogod, nem. Meg, meg akkor ott vannak, hogy az a bácsi is 105 éves, pedig dohányzik. Igen, mert neki olyanok a gényei. Másnak meg nem olyanok a gényei és a másik szerencsétlen ami ebben a cikkben szerepel az, azok ezek a kurva számok hogy és ez ugye mikor mondjuk hogy amikor abba hagyott két óra múlva ez történik egy nap múlva ez történik az az még valahogy elfogadható de hogyha tehát egy kategorikusan leírva kijelenteni ezt kicsit erősnek tartom hogy ha valaki 30 éves kora előtt hagy fel a dohányzással, akkor akár 97%-a kisebb esélye lehet annak, hogy a dohányzáshoz köthető egészségügyi problémák miatt hal meg az illető. Honnan, honnan szűrték le? Olyan embereket vizsgáltak, kérdeztek, akik olyan markerekkel rendelkeztek a géntérképükön, hogy. És ezért vagy meghaltak, vagy nem. Hány ezer ember, hány millió emberből ö, lett kiválasztva és föltéve a, a kérdést. Alá kell írni, hogy ha valaki leszokik, éveket nyerhetünk vele. De azt mondani, hogy amit a cikk is ír, hogy egy száll, vagy két száz cigi az fél órával rövidíti, vagy egy órával rövidíti meg az életet, és akkor hogy elkezdesz matekozni, hogy fú, elszívtam napi egy dobozt, az annyi, mint... De Tehát már most mínuszba élek. élek. Igen. Igen. Hát ez... ez ö, nem lehet ezt így. Azt viszont ö, pozitívumként kell felhozni a cikknek, hogy ö, leírja... Ö, H3-mal, az ECG jó, legalábbis jobb, mint a hagyományos. Mert hogy Igen. mindig könnyű mondani azt, hogy szokj le róla így, meg, meg, társasági dohányosok, tehát a dohányosok, akiket én is mondtam. Milyen szép szó ez a társasági dohányos, az meg csörözés közben társasági dohányos. Na, szóval is a függőség. leírja a cikk is, hogy ott nem maga a nikotin iránt függsz, hanem hanem ott a mozdulatsorért függés van, és ebből a mozdulatsorért függésből alakul ki utána a valódi nikotinfüggés például. És ezért a dohányzásból való függés. Viszont a pszichés addikciót az elektromos cigarettával baromi jól ki lehet üszöbölni. A káros szokástól meg tud az ember szabadulni, és, és nincs vagy baromi kicsi a visszaesés kielégítő lehet azok számára, akik uh, helyzettől, helyszíntől függően jön rájuk a sóvárgás, mint például ezek a kocadohányosok. Dohány nem tartalmaz, kevésbé mérgező, mint a hagyományos cigaretta. Problem egy része szólt, és leírják ugye, hogy a hosszú távú alkalmazás, és a többi, és a többi, tudod, nem ismert, de legalábbis sokkal kevésbé rossz alternatíva, mint a hagyományos cigaretta. Úgyhogy uh, igen, így kéne hozzáállni a dologhoz, és nem egy M plusz egyedik ö, üldözendő dohánytermék, mi agyfasz dohánytermékként. Amiért én pipa vagyok erre a cikre, az a legutolsó rész, a kérdő ív kitöltés. Megemlítik az elcigit. Beszélnek az elcigiről. Meg a, arról, hogy jobb, ö, mint a hagyományos cigaretta, és böngészem a válaszokat a kérdőívben, és nincs egy büdös elektromos cigarettás válaszse. se. Igen, ez van, nincs mit szépíteni, dohányzom, következő. Vannak időszakok, amikor igen, de messze nem minden nap. Harmadik, leszoktam. Negyedik, soha nem dohányoztam rendszeresen. És hol van az, hogy az elektromos cigarettával szoktam le, vagy soha nem dohányoztam, de elektromos cigarettát szívok nikotinosat, soha nem dohányoztam, de elektromos cigarettát szívok nikotinmenteset. Ezek hol vannak? Sehol bazd meg. Tudod, mi az érdekes, hogy, <coughs> hogy uh, nekem most uh, lehet, hogy, uh, hogy ez egy szerencsétlen véletlen, de hogy uh, vagy öt olyan uh, ember uh, keresett meg, aki valamikor egy uh, cigarettázott visszaszokott, és aztán most megint az elektromos cigarettánál köt ki. És akkor így kérdezem, hogy te mondom, hát figyelj, az mit tudom én, ki elment külföldre, nem jutott Liquidhez, eltűnt a Liquid a piacról, ő nem akart bemenni trafikba, aztán csak bement cigijé, sallala, sallala, tehát érted, egy csomó ilyen kifogás ö, ö, jön ilyenkor, Visszaszokott. Tehát én nem ítélem el ezeket az embereket, mert hát ha tapaszt használt volna, akkor még nagyobb valószínűséggel visszaszokott volna. De ami a, a számomra megdöbbentő pozitív dolog volt, hogy nem azt mondta, hogy "hát az meg e se tudtam leszokni, akkor most nem tudom én elmegyek el homeopátiára, vagy konzervdobozt fogdosni, vagy én nem ér. tudom én milyen lófasz módszerrel leszokni, hanem azt mondta, hogy fú, az az még e mégis jó volt. Érted? És akkor megint megpróbálom. És én ezt mindenkinek ajánlom, hogy... és ö, egy, egyre több csoportba olvasok ilyen ö, megnyilvánulásokat, hogy bocs gyerekek, nekem nem jött be, ö, izé, és elbúcsúzik a csoporttag, és kilép a csoportból, mert már nem cigarettázik. Mert visszament a, a hagyományos ö, ö, dohánytermékre. De valamiért én azt gondolom, hogy hogyha, ha újra leszokás fogja a gondolatait uralni, akkor nem a patikába fog menni, hanem újra fog venni egy elektromos cigarettát, és azzal próbál meg kilépni ebből a kvázi ördögi körből. Úgyhogy én, én ezeket nem, nem sikertelenségnek könyvelném el, hanem nem tudom én, próbálkozásoknak, érted? Mert attól a tapaszt nem fogják betiltani, hogy, hogy minden évben szilveszterkó százszor annyit adnak el belőle, mint egész évben. Mert nyilván a többi meg visszaszokik. Úgyhogy ezért is mondom mindenkinek, hogy terjeszteni kell magát az igét, aztán előbb-utóbb, tudod, mindenki bejön az utcánkba. Mindenki. Még a Damien. Hát, nem. Még, én egyébként örülnék neki, ha már befordulna a sarkon, és és tudnánk érdemben együttműködni, vagy vagy operálni. De de ennek mondjuk azért elég kicsi az esély. Szerintem. Na mindegy. Szóval ezek ilyen, ilyen baromi érdekes dolgok, és hát reméljük, hogy előbb-utóbb az e-cigaretta meg fogja találni a helyét ezeknek az embereknek a fejében is, mert most még azért nagy a káosz, lássuk be. Az asztalodon is nagy a káosz egyébként még, de itt szeretném megköszönni a Patreonoknak a, a támogatást, mert mert itt van már a kezeim alatt az új, az új device-od, ez az US42-es teszkem audio wow. audio ami tud két mikrofont tud eszköz, tehát iOS vagy Android device is kezelni, effektelni tud, és van rajta oner gomb, tehát el tudod némíteni, amikor köhögsz, vagy el tudod némíteni, amikor püszkölsz, és kipróbáltam, és baromi jó. És nem jövő héttől, mert mújó akkor nem lesz, de utána már ezzel fog csillingelni, bugni a hangod, Azért azt, azt, Charlie, meséljük már el, hogy hogy, hogy esett a választásunk erre a, a device-ra. Tehát, hogy na, így nézegettem a, a. kéne, hangkártyát kéne cserélni. Illetve, hogy ugye az, arról volt szó, hogy ezt a hangkártyát majd esetleg más célra használjuk föl. És akkor így nézegettem a device és így ráírtam a Charlie-ra, hogy te figyelj, mit szólsz ehhez, megveszem. És akkor mit írtál rá vissza? Hát én is ezt néztem, baz. <laughs> és, és ha valaki bemegy mondjuk a, a hangszer diszkontra, vagy a muzikkerre, vagy nem tudom én, bármelyik ilyen... Ö, ö, profi ö, eszközökkel foglalkozó oldalra, akkor azt tudja, hogy hangkártyából azért hihetetlen választék van, tehát ilyen, ilyen 40-es széria van a piacon. Ö, nyilván a 10.000 forintostól a 100.000 forintosig bezárólag, de, de ez marha érdekes volt. Tud, én is így egy három éjszakát biztos, hogy végig ö, mert mi még az a generáció vagyunk, Csárli. Nem kérdezünk, hanem előbb tájékozódunk. De jó, Sőt. jó jött ki a dolog egyébként, mert ugye, ugye el is felejtetted, hogy ott van a, a Patreonok támogatása, tehát akkor abból, abból rendezzük ezt az eszközt, és azokat tesztek, amiket csináltam. én nagyon örülök neki például, hogy ez úgy néz ki egyébként, aki nem látott még ilyet, hogy ez egy USB-s, foghatjuk föl a hangkártyának is, de hogy ugye ez két mikrofont tud kezelni, plusz ö, ö, fejhallgatót, plusz van neki audio kimenet, plusz van neki ö, audio bemenet, tehát egy telefonhívást is például ezen keresztül tudnál ö, fogadni. Ö, de hogy az effekt részt, meg a, azokat a szokásos hülyeségeket, hogy taps, meg, hú, meg, mit tudom és ezeket gombokra föl lehet programozni. Nagyon, várja magam elé veszem, én mindig kinézek oldalra, és így a hangom egy kicsit másabb. Tehát nagyon kényelmes a, 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 a gumigomboknak a nyomáspontja, a, tudod, ez a tipikusan és működik, de csöndes, de határozott nyomáspontja van. Beállítani a jelszintet, kurva egyszerű vele, el tudod némítani, tehát ez, ez, ez ez tényleg minden, és tényleg olyan, olyan extra dolgok, amik nem egyértelműek, nem természetesek, hogy, hogy fémből van a ház, hogy az XLR csatlakozót nem csak úgy kirántod belőle, hanem egy push gomb van, mint, mint a komolyabb eszközökön, hogy megnyomod, és ugye a, a, a bepattanásos részét, ami, ami, fixen rögzít, azt egy picit kinyomja, és úgy húzott ki. Tehát nagyon-nagyon egyben van egyébként a, 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 a sztoria, és és kurva jó szerintem. És ugye ott magánál a szoftveres részénél, a számítógépnél be tudod kapcsolni, hogy már a felvétel közben vágja neked 80 Hz alatt, be tudod állítani, és ez kurva jó lesz, ez majd mondok neked értékeket, kompresszort be tudod állítani, tehát nem lesz az, hogy, hogy ingadozik a jelszinted, nem lesz az, hogy jó, limiter nincs benne, de a kompresszor elég jól leszedi neked, hogyha véletlen túlvezérelnéd, ezt is le tudja szedni el tudod menteni a profilt. Baromiú, az ilyen köhögéseknél tudod, hogy kikapcsolod, nem ég a piros gombakok köhög. Igen, tehát ugye ez, az volt az a... ez... Meg. ez volt a... basszátok meg! Ez volt egyébként az volt a, a, challenge kiinduló pontja, hogy először néztünk egy kapcsolót, hogy mi, nem igaz, hogy nem lehet egy olyan kapcsolót kapni, amire rádugod az XLR-t, és így puk, kikapcsolod, és lemegy némába, és aztán vissza. Ugye, mert a Focusrite-nak van egy, egy szabályzója, ha azt eltekered, a büdös életben nem fogod tudni ugyanoda visszatekerni, <kül> Tehát az, az gyakorlatilag nem játszik. És akkor nézegettük Csándival az árakat, és nem, én nem is tudom, mennyi volt az hát Emlékszem, mert egy az, hogy Európában nagyon nem. A B&H-ben lehetett kapni pustu meg pusztú Tehát az egyiknél amikor nyomod, akkor beszélsz a másiknál, amikor nyomod, akkor nem hallanak. És hogy 89, 99 ilyen dollárokon mozgott. Tehát átszámítva ez ilyen 27-30 ezer forint között egy gomb, és egy ez gomb volt, basz meg, egy ne gomb. Ne vicceljünk már, ah. ne vicceljünk már. Itt meg úgy ah. kompletten ki van váltva neked az kártya interfész, mert ebben benne van a, 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 a preamp, az anyám anyámkínja, minden szérszarra Rádugod, beállítod a jelszintet, fejhallgató jelszintet, hogy ne legyen hangos a fülednek, és ennyi ugye már te csak a mikrofonba tudsz beszélni statikusan, nem úgy, mint a múljó, az meg, tehát az is über, über. Volt, volt, is, aki meg is jegyezte, hogy visszahallgatta egyik első adásaink valamelyikét, meg egy mostanit, és hogy rajzolni lehet a különbséget. Ezért nem vagyok hajlandó soha aláírni azt, hogy, hogy ott kezdné mindegy a minőség. Nem. Nem mindegy. Uh, nagyon nem mindegy. Ezt akartam még, még elmesélni, hogy hogy egy csomó helyről szedtem le előadást és podcastet. Tehát ezeket hallgatom a, a kocsiba. És hogy mit tudom is én, Magyar Történelmi Társaság, tehát most mondtam valamit. Onnan letöltök három előadást, olyan gyalázatos hangminőségbe, hogy azért nem hallgatom meg, mert hallgathatatlan a kocsiba. igen. igen Érted? Tehát az valami brut és, és így a kocsiba döbbentem rá, hogy bassz pedig egy olyan előadás volt, ami érdekelt volna, hogy basszus azért, azért az, hogy, hogy te itt gyakorlatilag rúgdostál minket a hangminőségért, az azért egy, egy hihetetlen jó dolog, mert ha ezt valaki tényleg letölti és bármin kezdi el hallgatni, azért ezt így kurva kellemes hallgatni. De mondom, bárki töltsön le bárhonnan egy Pláne, hogyha ez egy, egy teremben ö, sétálgató embernek az előadása, hát a botrányos. Tehát inkább föl se töltse. Minek? Minek? Hát egy rakász zajba van valahol valami. Érted? És akkor majd a náza megtisztítja, vagy nem tudom. tehát Ez a bold egyébként, hogy azt hiszik az emberek, hm. hogy ez nem fontos. Azt hiszik, hogy a, a YouTube-ra még a 720p is ö, túlzás de akkor, amikor a Youtube-on már nem nálunk, de 8 k lehet, akkor, akkor ne reklamáljunk, hogy valaki 4K-ban tölt föl videót, meg hogy a hangminőségben az igénytelenségtől el akar rugaszkodni. És ezt azért mondom, mert ha N plusz egy, én ilyen videós content gyártók, meg podcasterek csatornáira millióra föl vagyok iratkozva, és mindegyik úgy kezdi a, és ez a videó, hogyan készítsünk videót, mi a legfontosabb, és azt mondják, fények, hang, videóról beszélünk, hang. A ha szara hangod, lehet bármilyen jó neked az anyagod, ki fogják kapcsolni a videódat, és hogyha te az autóban ülsz, és csak hangot hallasz, akkor meg ez hatványozottan igaz, mert, mert mi is fejlődtünk időközben, és tudom, hogy az elején úgy indultunk, hogy nem volt ám itt ilyen, hogy audio meccs meg, beállítani a jelszintjeinket, hogy mindenkinek kb. ugyanott legyen, ugyanolyan hangos legyen. Ez, ehhez kellett 40-50 adás, hogy, hogy én ebbe beletanuljak, kitapasztaljam, és ne az legyen, hogy utána elbaszok 3-4 órát, hanem így készségszinten menjen, és összevágjak egy anyagot mindennel együtt mondjuk két óra alatt. De, de most már nincs az, hogy, hogy ilyen panaszok jönnek, hogy a kocsiban nem lehet hallani mújót, meg, hogyha az a fifika hangjához van beállítva valaki, akkor én vagyok rohadt hangos, mindenki ugyanolyan hangos, viszonylag mindenki ö, zajmentes. Ugye próbáltuk, hogy zenével elnyomni, de akkor meg azért panaszkodtak, tehát ezt kivettük. Az sokat segített volna, pedig, hogy valami kis aláfestő zene, de nem, jó, oké, aláírom. Pedig a rádióknál ö, így működik. De mindegy. Hát ö, a határ mindig a csillagos ég, és mi vagyunk azok, akik, ö, akik ö, tényleg. Ami benne van, azt megpróbáljuk kihozni, és nem megrekedni valahol, hanem mindig fejleszteni vagy a tudásunkat, vagy a technikánkat, vagy mindkettőt, hiszen hiszen így lehet csak jobb és jobb a, a podcast is, meg, meg a tartalomgyártás is. Tehát még egyszer itt köszönjük szépen az összes támogatónak, vagy akik a, a találkozón tombol a szelvényt vettek, és úgy támogattak bennünket, mindegyiknek. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show notes keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 Csókoljuk a gőzötöket. <kül> <kül> Igen. Hogy stilszerű uh, maradjak. Hú, uh, nekem, nekem uh, ugye kimaradt az adás elején a mi történt veletek rész, és akkor most én uh, úgy csinálok, mint a múlva. Jaj, várjál, 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 mert Igen. csak történt, csak történt valami, csak történt valami. Uh, büszkén jelenthetem be, hogy az ugye honlapján fönt van a terméklistánk, és december 17-es forgalmazással bekerültünk a, a magyar piacra. Hát ez valami elképesztő, komolyan. Tehát uh, egyszerűen, tehát már így tudod, egyszerűen nem hiszed el, hogy nyolc hogy hónap uh, van mögötte. Nyolc hónap és. Uh, és ízenként, ízenként múltkor megszámoltam, 142 oldal anyag van beterjesztve, érted? És, és még van egy challenge azért, a, a biztonsági adatlapok magyarra fordítása, tehát oh. arra épp ma kaptam ajánlatot, és nem tudom még ki fog minket lehúzni, de előre is üdvözlöm azt a hatóságot, amelyik még ki fogja találni, hogy de még akkor a mi minőségéről kérünk egy nyilatkozatot, amit mi állítunk ki, tehát nagyjából ez lesz a következő challenge -ünk. Hát most sajnálom, hogy nem a taszkan van bedugva, mert akkor nyomnék egy, egy hatalmas nagy tapsot. <laughs> <hogy> tapsot. <laughs> De, így, már... így van. Tehát ez nem a reklám helye, tehát tényleg nem... nem Ugye egyrészt uh, uh, nincs még a piacon a, a termék, és a nevét sem mondom ki direkt, és már uh, tele van a tököm a... a az, az lehet, hogy nem lesz szép mondat, amit mondok, de elmondom, mert, mert, csoportokban ezt a hátam mögött a fejemhez szokták vagdosni, hogy, hogy én, mint az Egyesület elnöke, milyen aljas és szarházi vagyok, hogy a, a trafikokba be bementem a Mutyiba, tudod, ez a, biztos én is a, a Mutyi részévé válok, ezáltal, nem, nem. Márj, akkor te uh... vagy a Mutyi Zoltán, ja, nem az a Mucsi. Az a, a Mucsi, igen. És és ez, ez azért valahol az embernek na, egy picit így bassza a csőrét, de, de, most szólok mindenkinek, hogy én nem annak a 300 vagy 400 embernek uh, keverek likvidet, akik, uh, akik uh, bizonyos uh, gyártókat és embereket a piedesztára tesznek, hanem annak a tízezernek, aki azért vásárol, mert mondjuk ez neki tetszik. És kurvára nem érdekli, hogy melyik Facebook csoportba, ki éppen kinek a farkát szopja vagy veri a nagy kalapácsa, hanem egyszerűen vásárol. Pont. Tehát én, én tényleg ehhez már nem, nem, nem tudok mit ö, ö, hozzáfűzni. Ö, valószínűleg az a probléma egyébként, hogy a, a konyhakeverőktől egy másik dimenzióban ö, gondolkodtunk folyamatosan. Tehát ez pont olyan, mint a podcast fölvétel minősége, hogy így kezdtük, de ide jutottunk, és, ö, és én ennek örülök konkrétan. Úgyhogy ennyi. Na, és akkor így ezt a hátizsákot is letettem magamról, hogy végre elmondhattam. Én, én is leteszek most egy hátizsákot. Az adás végén nem akartam előre elbaszni vele senki kedvét, meg a tiédet se, de hosszas. Hát az én hangom is azért néha elcsuklik de hosszas mérlegelés után, és pont azért, amit te is mondtál, egy picit úgy gondolom, hogy hogy mindenkinek megköszönöm a figyelmet, a támogatást, és én most fölállok. A JTR-t azt, azt múlt héten elengedtem, elengedtük közösen valamiért, amit én most nem szeretnék senkinek magyarázni, meg, 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 megmagyarázni a bizonyítványt, de most jött el nekem az a pillanat, hogy minden olyan róger beszólással, ami éppen azt taglalja, hogy az, amit csinálok, miért nem jó, vagy miért nem úgy jó, ezeket tele van a faszom, Hát senki félre ne értse, nem azért hagyom abba, mert mert valaki önérzetemben sértett. Erről már régebben is ejtettünk pár szót, tehát ez nem ilyen adás előtt jött ötlet. A mai adásba azért jöttem be, mert nem szerettem volna, hogyha JTR nélkül vagytok, akkor podcast nélkül maradjatok még egy hétig, de de rengeteg ö, problémám van ö, emberekkel is, ugyanúgy, ahogy ö, nekik, meg velem, ö, meg, ö, meg olyan problémám is, amiről ö, más nem tud, nem tudhat, vagy ne tudjon róla, vagy nem is akarom, hogy tudjon, mert ö, magánéleti dolgok. És ö, sokan csak azt látják, hogy ö, Charlie mindig hülyéskedik, vagy néha ingerültebb, többször ingerültebb. mindennek oka van. Lehet, hogy te vagy az oka épp, aki hallgatod, vagy te vagy az oka, aki azt mondod, hogy nem hallgatod, de hallgatod, vagy lehet, hogy tök más az oka az én életemben, ami, ami teljesen más a, a kamerába mutatott, vagy a mikrofonban hallott életemtől. Szóval most jó időre én elengedem ezt az egész is dolgot. Hogyha belegondoltok, akkor hát egy, nem kell kétségbe esni, kettő, volt már ilyen a világtörténelemben, más is csinálta. És nem akarok senkit nevény nevezni, hogy ki volt az és miért, de most én érzem úgy, hogy, hogy, hogy most sokat is jöttem széllel szembe, és hiába próbáltam jót, valami mindig hiba volt. És ha visszagondolsz Fifika, általában akkor is, hogyha közösen csináltuk, akkor is én voltam a, a célkeresztben, hogyha esetleg azt lehetett hallani, hogy jól csináltuk, akkor, akkor egy idő után az volt, hogy miért sztárolja magát a Charlie, ha meg valami valakinek nem tetszett, akkor a Charlie elbaszta. És én nem azt mondom, hogy közösségileg kellene azt mondani, hogy ti elvasztátok, vagy ti jól csináltátok. Csak egyszerűen ettől nekem tele lett a tököm, és én annál önérzetesebb vagyok, illetve, amit nagyon sokszor mondtam nektek, csak, csak lehet, hogy a hallgatóknak nem esett le, hogy, hogy az az én szervezetemnek is fizikailag sok most már, hogy, hogy olyan emberek, akik nekem dobnak valamilyen szerintük frappáns választ, az, és ők lefekszenek, mondjuk aludni, tök nyugodtan alszanak, mert mit tudom is én, akármiért sokat ittak és már alszanak, vagy nem, az bennem miket ö, indukál, és lehet, hogy én pont ezért ö, nem tudok jól aludni, mert én még agyalok rajta, vagy azon agyalok, hogy hogy lehetne jobb a podcast, hogy lehetne pénzt előteremteni erre arra, amarra, és aztán a végén így se, meg úgy se lesz jó. Tehát ebből lett tele a tököm, és, és most kicsit szeretném, hogyha én a saját életemmel tudnék foglalkozni, és helyre rakni szó szerint tényleg az életemet arról, amiről senki nem tud, mert csak azt látjátok, hogy kim van az adás, és, és minden happy. Úgyhogy úgy, hogy én ezt itt jó darabig jó darabig úgy érzem, hogy nekem nem kell itt lenni, befejezni. Meg hát igazából, ha valaki ennyit köpködnek, akkor igazából nincs is rá szükség. Azt tudom vállalni, hogy hát nem szeretnélek semmiképpen itt hagyni benneteket, mert azért Tehát ennyi. <kül> Ennyiből a kurvára összekovácsolódtunk, és majd tehát a háttérből én segítek. Az adásokat ugyanúgy összevágom, megcsinálom. A háttérben veletek ugyanúgy, ahogy a Dáviddal is leírtuk, ugyanúgy dolgozok tovább. A hazai pencegi ügyért egymillió százalékig kell, hogy álljak, de, de a többi te Ennyi. <hör> szóval ez az, amikor a, a hogy az is értse, aki egyébként mondjuk nem érti ez most a Charlie részéről olyan, minthogyha a saját gyereked odaadnád másnak. És, és én csak azt tudom mondani, hogy megpróbáljuk ezt a gyereket életben tartani, és nyilvánvalóan technikai részben továbbra is rád fogunk támaszkodni. És ugyan nincs itt Mujó, de, de azért az ő nevében is én megköszönöm ezt a, ezt a rengeteg munkát, amit beletettél ebbe a, az egész podcast sztoriba. <kül> És megpróbáljuk a te hangod nélkül, de, de azért a háttérben továbbra is veled uh, folytatni ezt a, ezt az egészet, és uh, ugye én, én azért vagyok egy picit uh, uh, kicsit nagyon szomorú ez ez miatt a történet miatt, mert uh, mert uh, nagyon sok olyan olyan uh, Eset volt, amikor én is ezt éreztem, és, és átéltem ugyanezt a, a borzasztó ö, dilemmát, és pont te voltál az, aki, aki ö, bátorított, meg azt mondta, szarjál bele, nem érdekes, ne foglalkozz vele, csináljuk, menjünk, de <kül> De elfogadom és tudomásul veszem, hogy a, a, az embernek van egy olyan pontja, amit ha átlépnek, inkább nem is pont ez egy pohár, ami hogyha kurvára tele van, akkor meg kell állni és ezt a poharat ki kell üríteni, hogy a, az élet más részén haladjanak a a dolgai. Úgyhogy még egyszer Charlie őszintén és teljes szívemből köszönöm a munkádat és a közösségért végzett minden percet, amit ebbe bele toltál, vagy belefecceltél és hát rettentően uh, uh, sajnálom, hogy, uh, hogy végül is ez az elhatározás uh, megszületett benned. Uh, és hát uh, én minden hallgatónak azt ajánlom, hogy, uh, hogy uh, uh, gondoljon rád uh, jó szívvel, és uh, várjon vissza, mint ahogy mi is visszavárunk téged. Hát az... Az természetes, tehát most nem azt mondom, hogy soha, és azt hangsúlyozom ki, hogy ez nem, nem csak a, a mindenféle egységes csoportokban történő kommunikáció miatt van, de hát mondtam, a magánéletemet is helyre kell tegyem, és ne sértődjön meg senki, de a, a, az én életem az, az, az milliószor fontosabb, akárminél. Úgyhogy meg kellett, meg kellett, húznom egy határt. Régóta érlelődött bennem, de, de mondom, tehát az adásokat ugyanúgy megcsinálom. Ha technikailag kell segíteni, itt vagyok. Csak, csak most kicsit sok. Sok minden, és, és, és úgy kell hátra lépnem, hogy tényleg leíratkozok csoportokról. ki nem lépek, de, de tehát, hogy ne, ne kapjam minden egyes nap az, azokat az impulzusokat, ami, ami miatt fölöslegesnek érzem a, az egészet. Aztán lehet, hogy is, január, február, március, nyár, tököm tudja, mikor azt mondom, hogy srácok folytassuk ott, ahol abba de, de most kell egy, kell egy kis szünet, hogy, hogy aztán újra, újra legyen power. Azt hittem, hogy, hogy a nyár elég lesz rá, hogy ki tud szakítani a, a, az utazás, a nyaralás, de nem. Úgyhogy pff, hát ez van sajnos. Sajnáljuk. hogy egy, egy klasszikust idézzek neked. Kap egyik, én lelépek! Hát csak kártmás szavait tudom idézni. Uh, majd leszek, meg, meg, meg egyébként is vagyok, tehát nem, nem halok meg csak ennyi. Oké, okay, köszönjük szépen mindenkinek a, a türelmét és a, a támogatását, és akkor két hét múlva uh, jelentkezünk, megfogyva bár nem megtörve. Igen, megfogyva uh, bár, de törve nem. Megfogyva bár, de törve nem, és uh, uh, én csak azt tudom mondani, hogy. Uh, várunk vissza, amikor majd úgy érzed, hogy itt az ideje. Úgyhogy mindenkinek békés szép napot. Sziasztok! Sziasztok!